Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a Minden, ami családi ház vlog adása. Lassan 2 éve írtam egy bejegyzést, amiben korszakokra bontva próbáltam elemezni a családi házakat. Az a 60 millió, amit akkor feltételeztem, az már inkább 90 millió, ami elképesztő árnövekedés. Nagyon sok esetben kérdezik tőlem egy-egy szemle után, vagy éppen e-mailben, hogy milyen ingatlant keressenek, hiszen nekem nagyobb rálátásom van az ingatlan piacra, mint egy mezei érdeklődőnek. Éves szinten körülbelül 500 ingatlan állapotát mérem fel az érdeklődők részére vásárlás előtt, és bár nem vezetek konkrét statisztikát, pedig jó lenne, de erősen kilóg a többi közül egy bizonyos idősávban épült családi házak állapota, azaz az ekkor épült épületek 90%-át ajánlani szoktam megvételre. Érdekes módon az említett bejegyzésben erős zsákba macskaként jellemeztem akkor ezeket, és azt írtam, hogy elfelejteném nagyon kevés kivétellel. Van, amikor egy vélemény rendkívül rosszul öregszik, lehet, hogy 2 év múlva pont ez fog majd felülbírálásra kerülni. 2000-es évek elején, kb. 2015-ig épült épületek ázsióját a jelenleg elképesztő minőségben épülő új épületek nyomják egyre feljebb és feljebb. Építőipari szempontból szakadék alján ücsörgünk, szakmai minőség, hozzáértés, tudás szempontjából, meg persze a hatósági részét nem is említve a dolgoknak. De mégis mitől jobbak ezek a 20 évvel ezelőtt épült házak? Nagyon fontos megjegyezni, hogy hagyományos technológiával épült épületekről beszélek, hiszen az ekkor épült könnyű szerkezetes épületek egy teljesen más szintet képviselnek. Nézzük a gazdasági hátteret. Kicsivel az ezredforduló előtt kezdte el tolni az akkori Orbán kormány a komolyabb lakástámogatásokat, akkori néven szocpolokat, ami egy új lakásépítési lázba torkollott. Akkoriban kezdtem el a pályámat kezdőmérnökként, szinte hetente adtunk el le egy-egy új családi háztervet engedélyezésre, szóval nagyon kevés volt a szabad kapacitása az építészeknek. A pár évvel későbbi kormányváltást követően ezek a kedvezmények elapadtak, de az ingatlan piacot az EU-s csatlakozás tovább húzta felfelé. A 2008-as gazdasági világválság hozzánk körülbelül 2 év késéssel gyűrűzött be, legalábbis építészként akkor nullázódtak le a megrendeléseink, és már nem mi hívogattuk a kivitelezőket, hanem ők kérdezgették, van-e munka. Gyakorlatilag az építőipar 2010 körül beleállt a földbe itthon Magyarországon, családi háza szinten, és ez jó pár évig eltartott. További fontos adalék, hogy 2011-től szabadon vállalhattunk munkát az EU-ban, tehát megkezdődött a szakemberek kivándorlása. Jogi háttér. Az egyszerű bejelentést lakóépületek esetében 2017-ben vezették be, abban az évben csupán 4-szer változtatták meg a beadandó dokumentációk formai és tartalmi követelményeit, valamint a hatósági visszajelzések mikéntjét. Előtte építési engedélyt kaptunk a helyi önkormányzatok építési osztályától, azaz volt egy pecsétes papírunk arról, hogy jogilag és szakmai előírásokban is megfelel az épület. Volt egy hatósági kontroll, ami védte az építetőt, szomszédok részére betekintést és fellebezést biztosított, és a jogi előírások nem teljesülés esetén kaptak a hiánypótlási felszólításokat. Az építkezés végén pedig volt egy használatba vételi engedély, ami újabb hatósági kontrollt jelentett. Az egyszerű bejelentéssel ezek megszűntek, minden az építész felelőssége lett. Érdekes visszatekinteni 5 év távlatából, hogy mennyire örültünk ennek. Nem kell a hatósággal bazsaválni, megszűnt az, hogy a nem helyi tervezőket kitúrta az építési hatóság. Ez a normális tervezőknél tényleg előnyt jelentett, de kicsit külső szemmel nézve látom a kollégák elképesztő minőségi munkáját, mostaniakat, amit a korábbi engedélyezési folyamat során csuklóból vágtak volna vissza átdolgozásra. Manapság pedig ebből épülnek az általatok annyira óhajtott új épületek, amit a kormány ennyire bőszen támogat. Sok megkeresést kapok kivitelezőktől, beruházóktól, hogy csinálják nekik bejelentési dokumentációkat. Tervezési árajánlatom és a határidő láttán persze aztán jön a válasz, ez 5-szöröse annak az árnak, amennyiért neki megrajzolják 2 hét alatt az adott épületet. A kollega bevételben körülbelül ott lesz, ahol én is, mert időben is körülbelül 5-szörös a különbség. Csak hogy az egyik egy jól átgondolt, részletesen kidolgozott terv, a másik pedig általában egy összecsapott fércmű. Másik tényező az elektronikus építési napló bevezetése, majd ennek felpuhítása. 2013 előtt papír alapon kellett vezetni az építési naplót, amit sok esetben utólag írtunk meg egy kocsmában sörözgetve, használatbevételi engedély megkérése vagy a hatósági számla előtt.
2013-ban aztán jött az elektronikus építési napló, rettentően utáltuk. Napi szinten kellett vezetni az elvégzett munkákat, létszámot, időjárást, stb. Elképesztő macerás volt, viszont a hatóság is komolyan ellenőrizte a meglétét és annak a normális vezetését is. Aztán ez az egyszerű bejelentéssel együtt jelentősen felpuhult, 2019 ősze óta gyakorlatilag alig létező előírás, családi ház szinten, és a hatósági kontroll is szinte teljesen megszűnt. Jogi szempontból tehát a 2013-19 közötti építési engedélyű, megépült épületek a legjobbak, hiszen ekkor még volt építési engedély, és már volt szigorúan ellenőrzött elektronikus építési napló is. Csak hogy éppen a válság miatt ekkor nagyon kevés épült ezekből az épületekből, és az ingatlan piacon meg pláne kevés van ezekből. Szót kell ejtenünk a minőségi háttérről. A 2000-es években, különösen a legelején pörgött az építőipar, de még nem voltunk EU tagok, a szakmunkások zöme itthon dolgozott. Szakmunkás képzés bár már döcögött, de a szakmunkás képzők azért százával ontották a szabafestőket, köműveseket, ácsokat, magyarul szakmunkásokat. Volt utánpótlás, a zöldfülűek pedig teljesen elfogadottnak tekintették azt, hogy évekig fognak dolgozni egy tapasztalt szakember keze alatt, megtanulva a tényleges szakmai fogásokat is. Manapság bárki lehet építőipari vállalkozó, bárki vallhatja magát köművesnek, aki már egyszer fogott téglát életébe. Erről lesz majd egy külön bejegyzés, mert ez rettenetesen böki a csőrömet. A gazdasági válság aztán betette a kaput évekre, így amikor 2011-től szabadon lehetett munkát vállalni az EU-ban, a jól dolgozó szakmunkások egy része fogta a bőröngyét, és lelépett. Szóval erre mondjuk azt, hogy kvázi minden összejött. Fussunk át az említett korszakban épült épületek jellemzőin. Az épület szerkezet. Hagyományos építési technológiával épült épületekről beszélünk. Az ekkor épült könnyű szerkezetes épületek 95%-a abszolút nem ajánlható megvételre. Az alapozásnál itt már kezdte átvenni a szerepet a vasalt betonalap a kő plusz beton helyett, valamint olcsóbb lett mixerbetonnal kiönteni az alapot, mint kézzel kevergetni. Ha volt, van pince, annak a fala általában beton falazó blokkból, zsalukőből vagy kerámia pince falazóból épült. Vízszigetelés állapotát mindig ellenőrizni kell, mert ekkor már léteztek tartós technológiai megoldások, de ha valaki spórolt az anyagon, akkor a 80-as években használatos sima bitumenes csupaszlemezzel gyakorlatilag megpecsételte a pince élettartamát. A falak zömmel vász kerámia téglából készültek, előre gyártott áthidalokkal. Manapság már azért ennyire nem evidens, de akkoriban még minden építkezésen dolgozott 2-3 köműves, akik tisztában voltak az alapvető gyártói előírásokkal, és tudtak falat rakni. Általában az építési vállalkozó is köműves volt régebben, így csak szándékosan tudott hülyeséget csinálni, nem pedig a hozzáértés hiánya miatt. Ebben az időszakban tervezőként sokat jártunk építkezésekre, ellenőrizve a munkákat. Szakmai felügyeletet megfizették, a vállalkozók pedig tiszteletben tartották a szakmai hierarchiát. Nem úgy, mint manapság, amikor a szakmai kifogások ellen perrel fenyegetőzés a válasz, vagy pedig konkrétan életveszélyesen megfenyegetnek minket. A födém legtöbb esetben elgerendás, betonbélés testes, ez volt az olcsó, ez volt kéznél, és ezt ismerte mindenki. Alapvetően egyébként ezek manapság sem rosszak, viszont ennél találkozom a legtöbb szakmai hibával. A főfal fesztár növekedésével az elgerendákat ugyanis kettőzni kell már 540 cm-nél is, ami jelentősen megnöveli a költségeket, és ezért nagyon sok helyen szimplán építették be ezeket, amivel viszont tökölötték magukat, amikor utólag tetőtérbe építést szerettek volna, vagy szeretnének most. Tért falas emelés esetén a vasbeton pillérek meglétét ellenőrizni kell, mert nagyon sok esetben tapasztalok itt is hiányosságokat. A tetőszerkezet zömmel kezelt fából készült, ráadásul akkoriban még áztatták a faanyagokat 24 órára, nem pedig belemártották vagy lekenték, mint manapság. Nem volt költségben akkora tétel ez a általában tetolefbés kezelés, kevés helyen hagyták el. Sajnos a tetőfóliáról ez már nem mondható el, legtöbb esetben csak egy hálóerősített vacak került beépítésre, amit az idővasfoga mostanra már legtöbbször megsemmisített. Ellenlét szinte már mindenhol van, a cserepek zöme pedig időtálló. Bitumenes zsindely esetén legtöbbször számolni kell azonban a héjjelás teljes cseréjével, valamint az ilyen fedés alatt a tetőszerkezet gyengesége is tud problémás lenni. Milyen volt a hőszigetelés? Az akkori előírásoknak megfelelően általában 4-5 cm került a padlóba, ami
padlófűtés nélkül olyan 18 fokos felületi hőmérsékletet jelent, ami nem mondható komfortosnak, viszont lábazati hőszigetelés növelésével, vagy lábazati hőszigetelés készítéssel ez jóval komfortosabbá tehető. A rossz hír az, hogy ezeknél az épületeknél általában a lábazati falra készült egy vasalt szerelőbeton, amire kerültek aztán a főfalak, azaz ezt a szerelőbetont feltörni, hogy helyet nyerjünk az esetleges padlóhőszigetés vastagításnak, statikailag nagyon problémás. Ha erre van mégis igény, akkor az csak a belmagasság kárára lehet elvégezni, ami természetesen a külső és a belső nyílászárokra is kihatással lesz. Falakra akkoriban hőszigetelt vakolat került maximum, akkoriban is mindenki elhitte a téglagyárak marketing maszlagját arról, hogy jól hőszigetelő téglákat gyártanak. Ami homogén falszakasznál persze meg is állja a helyét, mármint a korábbi fal az anyagokhoz képest, ám egy fal padló fal födén csatlakozásnál vagy a nyílászároknál sok helyen lehet penészedés a vasbeton csatlakozó szerkezetek miatt, ami ellen védekezni viszont csak utólagos, komplett fali hőszigeteléssel lehet. A födém és beépített tetőtér hőszigetelése az akkori minimum előírások szerint általában 10-15 cm üveggyapot volt. Sok esetben ez nem önhordó, így aztán az évek során ezek megrogytak, hőkamerával jól látható hőhidakat eredményezve. Ezzel összefüggően sajnos a belső oldali párazárás is többnyire sima nejlonfólia, azaz legtöbbször a hőszigetés javításhoz, vastagításhoz és a párazárás megfelelő tételéhez a komplett ámennyezeti burkolat újjáépítése szükséges. Az ilyen épületeknél energetikai és hőhidasság rémálom egy erkély vagy lodzsa, ami kialakításra került. Ezeknek a hőhídmentesítése nagyon sok esetben szakmailag komoly kihívás, vagy egyenesen lehetetlen. A nyílászárók azok többnyire kétrétegű hőszigetelt üvegezésűek, az, hogy mennyi gáztöltet van az üvegek között persze már kérdéses. Mindazonáltal, ha a nyílászárók megfelelően csukódnak, záródnak, a felületük nem rossz, energetikai megtérülés szempontjából nem érdemes cserélni ezeket. Gond szokott lenni csere esetén az, hogy az ablakok egyszárnyúak, új három rétegű üvegezés esetén pedig ezek az ablakszárnyak akkora súlyúak lesznek, amit a vas alatt már nem képes elviselni. Ezért értelemszerűen egy szárnyú ablakot valószínű, hogy dupla szárnyúra kell cserélni. Mivel az építés idején a homlokzati hőszigetelés nem volt előírás, nagyon kevés helyen hagytak befordulókával hőszigetelésnek helyet, ezért nyílászáró csere esetén erre fokozottan oda kell figyelni. A tetőtéri nyílászárok általában már veluxok, bár akkoriban már megjelentek ennek a klónjai, amik közül viszont nagyon kevés használható akadt mostanra. Veluxok esetén is inkább a beépítésük a probléma, sok esetben hőhidasak, az alsó és a felső káva kialakítása nem megfelelő, ezért párakicsapódás tapasztalható. Villanyhálózatnál nagyon kevés esettől eltekintve az ekkor használt vezetékek már részből vannak, itt a vezetékek keresztmetszeti mérete és a kis megszakítók száma okozhat fejtörést, illetve ha nincsen életvédelmi fír elé, akkor szinte biztos, hogy a kötéseket is át kell nézni. Jellemzően vannak csövek a falba, és van sok kötődoboz, ami az esetleges vezetékcserét vagy javítást jelentősen megkönnyíti. A villanyúra szekrény többségében már szabványosított és műanyag. Víz és szennyvíz hálózat. Kevés esetben találkozom horganyzott csövekkel, ekkor már azért a részcső, illetve az ötrétegű cső volt leginkább használatban, a bekötés pedig KPE csöves. Hibaként felszokott merülni, hogy a falba, a padlóba vésett csövek nincsenek ellátva szigeteléssel, emiatt például a hidegvíz csöve könnyezik a falban. Nagyon nehéz ellenőrizni a csövek tényleges anyagát, mivel ezeknek az öme el van takarva. Szennyvíz csövekkel szinte sosincs gond, bár a 90 fokos idomok helyett ritkán látni 2x45 fokot, hogy a dugulás veszélye csökkenjen. Vizes blokkoknál kevés helyen találkozom a burkolat alatti kent vízszigetelés meglétével, ami kádnál és zuhanyzónál a fal vízesedésével jár. Ilyenkor vagy a komplett burkolatot bontani kell, vagy utólagosan, nagyon drágán, kent vízszigetelést kell kenni a csempe felületre. Fűtés. Ha nem történt meg a korszerűsítés azóta, valószínűleg turbós gázkazán van még beépítve, ami viszont rendszeres karbantartás mellett is az élettartama vége felé járhat. Cseréje kondenzációs kazára komolyabb költség, ráadásul ha gáztűzhely van, akkor ez további macerával is járhat. Ha van mellette vegyes tüzelés, vízteres skandaló vagy egyéb,
azoknak az összekapcsolása a rendszerben nem mindig megfelelő, hiányoznak például vészlefúvó szelepek, szivattyúk, megfelelő méretű tágulási tartályok, stb. Hőleadók azok többnyire radiátorok, padlófűtés néven gyakran találkozom a radiátor visszatérőjeként megtekercsővezéssel. Fűtési rendszer komoly meglepetéseket tud okozni, mivel ennek javítása vagy cseréje sok más szerkezetre is kihatással van. Rendszeres, hogy a radiátorok csövezése a padlóba fektetve fut, ott vannak az elágazások is. Mivel ezek a csövek ritka esetben vannak szigetelve, ezért vonalmentén komoly hőterhelésnek teszik ki a padlót, bennük futó 50-60 fokos vízzel. Padlóburkolat ezért sok helyen kopog, sokszor elreped ezeken a nyomvonalakon. Kazánnál lévő gépészet nagyon sok esetben nem megfelelő, kazán szivattyújára van kötve az egész épület, vagy ha van külön szivattyú, az a másik ellen dolgozik, mivel nincs hidrovátor a rendszerben. Emiatt a fűtési komfort nem mindig megfelelő. Használati melegvíz előállítás szempontból a legtöbb helyen átfolyós kazán van beépítve, ami nem biztosít kellő komfortot több csapolóhely esetén. Erről van egy cikkem, amiben bővebben ez le van írva, be fogom linkelni azt is. Összegezzünk. A jelzett időszakban épült házak nagy előnye, hogy többnyire azonnal költözhetőek, a felújítás vagy korszerűsítés nem sürgős, vagy szakaszolható a bentlakás mellett. Hátrányuk, hogy a fűtési rezsiköltségük már olyan mértékű, ami érezhető, viszont az energetikai korszerűsítésük megtérülése 30-35 év lenne. A legjobb vétel egy 2002-ben épült, 2015-ben korszerűsített lakóépület. Svájci idős házaspártól végig garázsban tartva. Sziasztok!